Én elmegyek és megnézem a Most vagy soha? mert jövő hétre szeretnék a dűnem elé inzertálni egy Most vagy Soha kritikát is. Most vagy Soha. Így van. Nagyon jó volt tegnap délután, láttam. Runner! Ez lehetséges, hogy nem tudod, mert ritkán látlak chatben, de mi itt barátok vagyunk ezen a csatornán, és a barátok nem hazudnak egymásnak. Főleg nem ennyire egyértelmű. Azt hiszed, hogy azt mondhatod nekem, hogy ez egy jó film volt, és én ezt csak úgy elfogadom neked, de nem. Nem, mi itt barátok vagyunk, mi nem hazudunk egymásnak. Én tudom, hogy kurva szállt. Nem. Örülök, hogyha tetszett. Mindig örülök, hogyha tetszenek nektek filmek. Akkor is, ha nekem nem tetszek, mert nem az a lényeg, hogy nekem tetszen. Írtam, hogy nem fog tetszeni, igen, egészen biztos vagyok. Van abban a filmben egy kölyök komodor, akkor ez a mi kutyánk. A! Előre ne ítélkezz, Johnny Kám, ez teljes mértékben egyértelmű. Amire én alapozom az előítéletemet, az a trélereknek a megnézése, a magyar filmiparnak az ismerte, és 13 év kritikai munka. Én nagyon ritkán lepődök már meg egy film minőségén. Az egyik, ami kihúzta a am a széket, és ami igazán meglepet, az a kreátor volt, ami sokkal szarabb lett. Sokkal szarabb lett, mint amit vártam, és amit tippeltem. Na, azt nagyon akartam hogy a kreator jó legyen, és mindig készen állok elfogadni, hogy szar. Ez fordítva is működik, abszolút úgy gondolom, hogy a most vagy soha elég rossz lesz, de ha jó lesz, én leszek a legboldogabb. Boldogabb, mint bárki más! Mert nekem az egyetlen egy vágyom ebben az életben, hogy jó filmeket tudjak nézni. Semmi más nem érdekel, és nem tartom egy olyan kritikusnak magam, aki bármilyen téren imádkozik, egy rossz film létrejöttél. Néha igen. Néha igen, néha nagyon jó tesz egy jó rossz film, de ez főleg régen volt, amikor hetente gyártotta maximum középszerű videókat, Ugh. és nagyon-nagyon felszínes kritikák voltak, és akkor ugye nem mindet néztek meg az emberek, és akkor nagyon sokat segített, hogyha tudtam örjöngeni egy videóban. Emlékeztek, hogy akkor én 8-10 perces videókat gyártottam, és akkor ha azt végig tudtam művölteni, az volt a, jó. Tehát régen azért vártam a rossz filmeket, most már annyira nem. Elfogadom, csak nézd meg, és utána pontoz le IMDB-n. Én nem vagyok hajlandó IMDB-n lepontozni semmit. Kapja be az IMDB, az egy kalapszár, az IMDB 8 8.5-ön áll a fucking Transformers. Az IMDB véleménye nem érdekel. A Rotten Tomatoes se sokkal jobb, de azért jobb. De kétségtelen, hogy előre lepontozni, meg gyűlöletből lepontozni, ez egy szarházi dolog. Ebbe, ebbe abszolút egyetértek. Azokban az emberekben messze túl sok harag van, akik ilyeneket csinálnak. Lepontozni akkor, tartom helyesnek, hogyha már kijött a film vagy játék, és olyan kvalitása van, ami vállalhatatlan, és a művészeti ág jövőjére nézve veszélyes. Mondok erre egy példát. Én egy nagyon nagy segget kerítettem az Overwatch letörlésének. Külön streamet tartottunk róla, hogy letörlöm. És úgy általában készen állok bármikor hosszasan beszélni arról, hogy kapja be az Overwatch. Annak ellenére most megint letöltöttem, hogy megnézem az új hitboxokat, gyerekek. Uh, nem lett jobb a játék. Már meguntam megint. De a lényeg az, hogy arról szívesen beszélek bármikor, hogy kapja be az Overwatch. Mert az Overwatch fejlesztési attitűdje az a teljes játékiparnak a rákfenéjének a minta példája. És így persze sokat üvöltözök róla, örömmel lepontozom bárhol, azért, mert ez veszélyezteti a játékipar jövőjét. De hála Istennek megekezett a Baldur's Gate, és mindig, amikor a pokol mélyén vagyunk, és ne felejtsétek el ezt, hogy az életetekben problémák merülnek föl. Amikor a pokol mélyén vagyunk, akkor süt a legszebben a nap, amikor igazán mindenben rosszat és minőségtelen és kizsákmányolót prezentált a játékipar, akkor megekezett a Baldur's Gate, és szétrúgta mindenkinek a seggét. És ez egy nagyon-nagyon lelkesítő dolog. Hogy miért? aki nem játszott vele. A Baldur's Gate egy kész játék, ami jó. Ez egy forradalmi eredmény. Bocsánat, három dolog. Kész játék, ami jó, és nem volt benne mikrotranszakció. Nem akarta lenyúlni az összes pénzedet, megvetted a játékot, tudtad játszani a játékot. Nem volt benne ez a szarházi, pénzéhes, battle pass, érbeszúrós, kizsákmányolszarság. Nem kapitalizmus Trump, nem, szervusz Trump, nem erről van szó. Ez a zsugor, ez egy olyan példátlan pénzéség, egyszerűen nem lehetett fenntartani. Meg gondoljatok bele, persze a fiatalok megveszik a 15 dollárért a skin-t, meg a v okat veszik, meg a roblox mi van, mindegy. Szóval veszik ezeket a mikrotranszakciókat, amik már makrotranszakciók baz meg. Veszik, 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 de ennek van egy véges, tehát van egy határa, amin már nem lehet egyszerűen az emberektől több pénzt lenyúlni egy évben, mint amennyit ezek a mikrotranszakciók elvittek. És ezért ennek a folyamatnak valami milyen szinten gátat kellett szabni, különben csak és kizárólag olyan játékokat kapnánk minden egyes évben, amik Battle Pass, ami ez, ez a, ez a projektát tervünk, ezek lesznek majd a JLC, ezek a mikrotransakciók, és aztán persze egyik se jön ki, és szar az egész, mint a kibaszott Anthem, hogy ez mekkora tragédia lett, baz meg. Na mindegy. Szóval ugye ez uralta volna a játékipart, hogyha nem esnek igazán pofára, és most rendre pofára esnek a fejlesztők. És ennek nagyon örülök. Persze FIFA mindig lesz, lesz mire elbaszol a pénzed feleslegesen, tudsz nyitogatni. De azt, az hagyjuk a neszára. <laughs> az Anthem az nem lett volna egy rossz játék, hogyha nem egy rossz játék. Poénosnak találom, hogy megjelenése után nem sokkal a Suicide Squad már 40%-kal kerül csobban a Suicide Squad, megint egy olyan, aminek a sztoria szerintem érdekes, a voice acting-je geció. Elfelejtettek játékot fejleszteni mögé! Játszani a Suicide Squadot rossz élmény. Nem jó élmény. Nem esik jól. Hogy a picsában nem derült ez ki a fejlesztés során, értitek? Hát úgy kérlek, hogy a forgalmazó addig ütötte a fejlesztőket, ameddig ki nem erőszakolták magukból, rengeteg kifizetetlen trúlórával ez a középszerű mocskot, amit kiadunk, meg ki kell adni, Ebben a negyedében évben posztolnunk különben mi lesz? Nyai, nyai, nyai. Utálom őket. Az IE, meg a Ubisoft, meg ezek a szarházik tették tönkre a játékfejlesztők életét. de távoláljon tőlem, hogy itt konkrétan azokat a szakembereket szidjam, akik játékokat próbálnak csinálni. Általában nem fizetik meg őket, és nincsenek idejükre. Úgyhogy a Suicide az bekaphatja, az nem egy élvezetes játék. A sztoria engem nagyon érdeket, egyszer végignézzük majd YouTube-on, hogy lássuk, hogy mi benne a narratív érték. Cyberpunk Redemption megtörtént, vagy mi mindig nem szeretjük a CDPR-t. Én alapvetőleg szeretem, mert ők nagyon-nagyon jó játékokat csináltak egészen addig, ameddig nem lettek túl híresek a Witcher nagyon-nagyon jó fejlesztők, jó a filozófiájuk, viszont a Cyberpunknak a release -e az pontosan ugyanolyan volt, mint a többi pénzéhes szarrágó kiadóé. És ettől függetlenül, érted, a stúdió az rendbe tudja hozni magát, de az kétségtelen, hogy ez, én erre mindig emlékezni fogok, hogy óvatosan keverjük bánni, mert a Cyberpunkot kiadták. Nem gyújtották fel a merev lemezeket, kiadták azt a játékot, úgyhogy ne, egyáltalán nem volt kész. De a Redemption egyébként szerintem jól áll, rendbe hozták a játékot, még nem játszottam a végső hozott verziójával, de csak jókat hallok, és ez megnyugtató. Kíváncsi és vagyok, hogy mi lesz a következő játékoknak a sorsa. A Overwatch jó volt? Az Overwatch nagyon jó volt. Én úgy mondom, hogy én TF2 rajongó voltam, és vagyok, és a legjobb játék valaha, és ezért nekem nagyon fájt, amikor kijött az Overwatch, ami nagyon sok szempontból hasonlított a TF2-re. Nyilván át el is nyúlt dolgokat, de a Blizzardnak egy mindig is felvállalt attitűdje volt, hogy lenyúlt bizonyos ötleteket, a World of Warcraft is hasonló volt, lenyúlt más MMO-kból bizonyos ötleteket, és az a saját stílusára fordította. Ez, ez a Blizzardnak egy felvállalt kreatív folyamata volt. ezt csinálták az Overwatch-sal, lenyúltak bizonyos játékokból, főleg a TF2-ből aspektusokat, és ezt megcsinálták a saját stílusuk szerint, és nagyon jobb volt. Izgalmas lore, érdekes világ, szórakoztató játékmenet, gyors balanszolás volt, új karakterek, új kihívások, az egész egy élő, pesgő community volt. Gyakorlatilag a nulláról felépítve, kurva menő. De aztán a Blizzard az időközben megváltozott, és összeállt, az Activision-nel, mert azt mondta, hogy nem lehetek egy jó játékfejlesztő cég, muszáj nekem is. Ugyanolyan szarágónak lenne, mint mindenki más. És szépen lassan legyalulták a pika alá az Overwatch brandjét, az értékét, a élvezetét. Ah, kár érte, ez egy nagyon jó játék volt. Blizzard lopkod Games Workshop csendbelül a sarokban. A Games Workshop az évente kiadott 60 Warhammer játékával nem mondjon semmit. Kit választották Greg Barduszkit 3-ban szeretőnek? Én egy nagyon unalmas utat választottam. Én a legegyszerűbb utat választottam. Én nem élvezem annyira ezeket a romantikus aspektusait ezeknek a játékoknak, a Shadowheart nyilván. Én nem élvezem annyira a játékoknak ezt a romantikus részét. Azért vigyorgok ennyire, mert... mert... Nem tudom. Én, én, sosem szerettem ezeket a... Hogy hívják azokat, amit a japánok csinálnak megállás nélkül? Dating szimulátorokat. Én ezeket nem szeretem. Vagy ezek nem motiválnak, mint játék élmények. Nem is tudom, hogy miben... Jaj, de! Egyetlen egyszer volt! A teljes gamer karrierem során, és én azért nagyon sok mindenen játszottam, úgyhogy ezt lehet mondani. A teljes gaming karrierem során egyetlen egy játék volt, amibe beletört a szívem. Ott volt barátnőm végig, ez egy trilógia volt, és amikor vége lett a játéknak, is el kellett válni a barát az azt, nem megéreztem ide bent. Az egy művészeti, esztetikai élményt adott. Nem, nem a Stardew Valley, az a Mass Effect volt baz meg. A Mass Effectnek a vége, bármennyire is el lett baszva, mert ugye ott is jött már a kapzsiság, azt is elsiették a Mass Effect 3 nem megyünk ebbe vissza, mindegy. Nagyon összecsapták a végét, de nekem így is hatásos volt valamennyire. Atya de a Talizóra volt az én barátnőm, és az egy olyan fantasztikusan eljátszott karakter volt. Háj! Tehát ott, ott, azt mondom, hogy ott, ott helyén valónak éreztem gyerekek, bazd meg! Egy Mass Effect filmet akarok látni. Hol az én Mass Effect filmem? Miért nincs Mass Effect film? A legegyszerűbben filmre vihető sztori fucking valaha! Hol van? Vala, miért nem csak én megcsinálom? Olyan kurva egyszerű. Jó, szetet kell építeni, de megvan a három film, három jó cselekmény végigvezetve, a karakterek remekül meg vannak írva, fasz se kell csinálni velük, miért köpködök ennyit? Come on! Miről szól a Mass Effect? Commander Shepard kalandjairól szól, aki megpróbálja megvédeni nem is az eleinte az embereket, de aztán igazából az univerzumunk élő lényeit, megpróbálja megvédeni egy a sötétből előmászó, roppant misztikus, kiismerhetetlen motivációjú ellenfelek ellen a réperek ellen. Ennél többet nem mondok, mert gyakorlatilag ez egy Skiffy eposz, ami tele van politikával, tele van személyes kapcsolata, tehát a Shepard az igazából egy ilyen, hogyan lesz egy katonából vezető út, de rengeteg nagyon izgalmas társa van a bajban, ezek remek karakterek nagyon érdekes politikai döntéseket kell végighozni, ahogy hogyan próbálja különböző népeket maga mellé állítani. Tele van ilyen morális, politikai, társadalmi kérdésekkel, témákkal és feszegetni való történetekkel. Nehéz összefoglalni, hogy miről szól, mert három játék, és három nagyon nagy játék, de ez úgy képzeld el, ez egy skiffy eposz és az egyik, hanem a legjobb. F abszolút ott van, felér minőségben, egy Star Trekkel, egy Star wars vagy akár egy gyűlével. Én abszolút úgy gondolom. Lehet rossz idő, de a Borderlands film előzetes ér? Most. Most. Mert erről soha nem fogunk tudni beszélni, de most akarok beszélni. Először is nézzük meg ezt a fegyvert, ami neki van. Ezt a magyarok csinálták, az Epic Creations csinálta, és van nekik egy prototípusuk, amit én meg szeretnék tőlük. Nem akarják odaadni szerintem, de lehet, hogy bemegyek és ellopom. Ez a Borderlands film, most azt tudni kell az előtörténet, ez egy nagyon régen forgatott film, szerintem 5 éve forgatták, és amitől leforgatták, megszűnt róla a kommunikáció, eltették farzsebbe, semmit nem lehetett tudni, és ez nagyon beszél. Édes. Mert én ezt nagyon régóta tippelem, hogy ez elég szar lesz, és kacok! Egyre jobban úgy néz ki, hogy igazam volt. Uh -oh. God, I hate this planet. Most elemezni fogunk, skacok, és most sikítani fogok végig. Remek nyitánya egy trailernek. Nekem meg kéne, hogy dobbanjon a szívem még életben lévő szegmense, mert én a Borderlands nagyon szeretem. Aki emlékszik a Game irodás irodási időkre, hogy bőszerűen vagytok hárman, négyen, én nagyon-nagyon szeretük, így mivel játszottuk, számomra sokat jelent a Borderlands, remek élményeket adott. Itt kéne sikítanom a gyönyörtől, és nem sikítak. Lilith nem úgy néz ki, mint Lilith. Claptrapnek nincs olyan hangja, mint Claptrapnek. És mindig elfelejtem, hogy őt hogy hívják. Mutatom nektek, hogy hogy néz ki a Roland! Ez egy két méter magas, kigyúrt katona! Határozott mély hangú! Én vagyok a katona! Nézd mennyire katona vagyok! És megkaptuk ezt! Megkaptuk a konkrétan Pokémon verzióját! Most nem arról van szó, hogy szerintem Kevin Hart nem vicces. Arról van szó, hogy nincs semmi baj azzal, hogyha nem, hogy nem vagy két méter magas. De fucking! Konkrétan! Ez inkább néz ki úgy, mint a Dwayne Johnson! Mint sem a Kevin Hart. Annyira borzasztó casting! Lilith! Hol van a Lili? Ő a Lilith! Ő a Lilith! És ez. Ez is egy olyan casting döntés. Én sem nagyon-nagyon kevés színésznőt szeretek jobban két Blanchettnél. Két Blanchett egy tehetséges, drámailag kiművet, humoros, imádivaló nőszemély, fenomenális, példátlan hollywoodi ikon és tehetség. Szerintem fiatalabbnak kellett volna lenni a Lilithnek. És nem azért, hogy dekoltása le legyen, leszarom a melleit. A Lilithnek a stílusa, amit most nem fogunk tudni megnézni, de próbál keresni róla egy olyat, ami nem szexualizált. az internetre képtelen, bazd A Lilithnek van egy olyan energiája, ami egy fiatalabb nőhöz illik. Tudom, hogy ez ez mert hogy ez egy leköpendő manapság. Én itt nem azért kampányolok, hogy fiatalabb nőket nézhessek, hanem hogy a casting pontos legyen. A harmadik pedig a fucking New Zealand. De ahhoz, hogy Tiny tina meg tudjátok érteni, tovább kell néznünk a trélet. Ki tudtál volna elképzelni helyette? Mondom, nem, tehát a Lilithnek a, a az nekem messze túl fiatal. Ez egy jogos kérdés, tehát én abszolút nem azt gondolom, hogy ennyire fiatalnak kéne lennie a Lilithnek. Ennek is ilyen anime vannak, amik uh, unalmas, de egy, én egy ilyen, egy, egy 30-as Lilith-et képzeltem el. Emma Stone nem annyira rossz, nem rossz, talán még Emma, hát Franci tudja, de Emma Stone kb. mennyi idős az Emma Stone? Ő ilyen 30 körül van, nem? 30 felem egy korú. Emma Stone nem lett volna rossz. De értitek? Nem azt akarom, hogy kis picsa legyen, de kell egy, egy fiatalos energia neki. Anna de Armas se rossz, de ő talán még fiatal. Mondjuk én mindenben Emma Stone-t akarom ez igaz. Nem? Szóval Tiny Tina, ami számomra a legfájóbb, mert Roland az egyszer komikus baz meg. De, oké. Okay. Kevin Hart, oké. Okay. Lilith, két blanchetes jobban szeretem annál, hogy nagyon kiboruljak. De Tiny Tina-t nem fogadom el. Well, snail waits. És próbálja mély hangon beszélni a Kevin Hart, annyira komikus. Legend has it, that there's this massive treasure hidden in some secret vault. And if you go hunting for it, you'd better take any help you can get. Krieg, gyerekek, az egy, amit eltaláltak, az Krieg. Krieg, baz meg, egy az egybe kijött a játékokból. Krieget nagyon szeretem. És remélem, hogy ő egy vállalhatatlan szörnyeteg lesz, és halljuk a belső monológiait. Krieg az jó. Ikonikus Bordelen worstest, szörnyek, imádom. Bocsánat, tovább elemzünk, amit nagyon pozitívnak élek meg, amit nem tudom, hogy észrevettetek-e, rengeteg szetten és az operatőri munkán nézzétek meg, hogy mi az a vizuális döntés, amit tökéletesen alaptáltak. Ami ennyiből látszik, bazd meg, hogy ezek játszottak a játékkal. Kíváncsi vagyok, hogy észreveszitek-e. Nézzétek meg ezt a két képet, ki az, aki meg tudja mondani nekem, hogy mi az, amit itt egyértelműen megpróbáltak átemelni. Mert számomra nem volt egyértelmű, hogy ezt meg fogják próbálni, és szerintem nagyon jól csinálták. Nem a szín, de közel jársz. Konkrét a szaragrafika ott a lényeg, Vilmos. Nem az, hogy szaragrafika, ezt a szelsédét grafikai stílust, amit Borderlands használt, ami, be, ami, látható a kontraszton, az alacsony poligonszámon, a kétdimenziósnak érződő karaktereken, ezt megpróbálták prezentálni a sminken és a kosztüm designon. Megpróbálták shaded-dé tenni ezt az élőszereplős filmet, és ez fasza. Ez bizonyos filmek jobban csinálták, de szerintem ezek jók. Jók a beállások. Abszolút. Tehát ez, ez egyszer, ez úgy úgy megpróbálták alacsony grafikájuként feltüntetni a karaktermodelleket. Jó, megcsináltak, azért mond, akartam kiemelni, mert a sminkjén... nézzétek a ruhának, ezek a drasztikus gyűrödések, ahol minden sötét, ami kicsit meg van gyűrődve, ezzel próbálták rekreálni a cel-shaded grafikai stílust, és ez fasza. What is that smell? This <síthat> It's pee. Why did you think it's called piss wash? How did I get the name? It's in my mouth. Na, és akkor itt térünk vissza arra, hogy mi van ezzel a csajjal. Tiny Tina a legjobb karakter az egész franchise-ban szerintem. Handsome Jack után a második. All around the stag just plant, the stalker chased the bandit, the stalker thought it was all in fun. Pop! Hát! <laughs> Goes the bandit, ez a lényege, ez az eszenciája Tiny Tina-nak. Ez egy komplett pszichopata egy 13 éves testében. Egy ilyen folyamatosan szexuális vicceket elsütő, borzasztóan őszinte és egyenes, de amúgy pszichopata mentális állapotban traumatizált lány egyébként. Tehát neki van egy durva háttérsztória, ami traumatizálta, és teljesen elmebeteg lett tőle. Ez az ő stílusa. Megmutatom még egyszer, hogy halljátok a beszéd stílusát, mert az is fontos. So you gotta hijack a train, huh? Tehát ő egy 13 éves gyerek egy, egy posztapokaliptikus szörnyvilágban, és ezt úgy próbál elviselni, hogy ilyen komikus a szövege. Na most ehhez képest ez, tehát egy humoros, sarkos, brutális, de szórakoztató, vicces, pszichopata karakter. Most ehhez képest kaptuk ezt a lányt, aki, aki azt mondja, hogy ew, mert büdös van odakint, meg pisi van odakint. Ez egyszerűen nem ugyanaz a karakter. És megint csak a Tiny Tina, ez szerintem állati könnyen adaptálható karakter. Egy az egyben itt van, hogy hogyan kell eljátszani. Do you know how many people have died looking for this vault? We have something they don't, baby girl. Okay, what major issues? Ah, it's a clean Major issues. Time to make it rain with your body parts. Yeah. Gyenge <coughs> <coughs> meg, ezt nem láttam elsőre! Az, az a Mad Moxie! Yes! A sok nyavajgás mellett szeretném kiemelni, Mad Moxie karaktere egy idősebb nő, egy kvázi madam karakter. Viszont hatalmas mellei vannak, és nagyon szexuális, fűtöttségű a minden, amit mond. Komoly aggodalmam volt, hogy egy fiatal csajnak fogják adni a szerepet, valami, ami nem megfelelő, mert Mad moxie egy jelentős, a személyiségének egy jelentős része abból fakad, hogy ő már látott dolgokat ezen a világon. Tökre örülök, hogy nem egy 18 éves kislánynak adták ezt a szerepet. What's happening right now? I'm expelling the excess lead. I can't go if you're looking at me. Oops, actually, scrap that. I can, I really can. Actually, it's helping. Are we really ready for this to finish? És egy szaros poén a végére. Én kicsit ki vagyok ábrándulva. Ennél sokkal több poén, sokkal kegyetlenebb gyilkolás, és úgy általában egy, egy markánsabb stílus váltam a filmtől. Nagyon sajnálom, hogy ennyire, ennyire átlagos akciófilmnek készül. Nem azt mondom, gyerekek, hogy tragikus. Ez egy nagyon rossz adaptációnak ígérkezik. Hogy milyen film lesz, meglássuk. Remélhetőleg szórakoztató. Én nagyon szeretném, hogy a játék adaptációk sikereket érjenek el, de ez nem, egy, nem lesz egy nagyon jó adaptáció. A Twisted Matt volt nagyon nagy meglepő, nem néztem végig, de az egy faszasor igazad. Eli Roth filmit várunk, igen. Most egy dolog van még, ami most már kijött a, az információ, hogy vajon van-e pofájuk. Egyébként tehát az egy, egy, a Kriegben nagyon bízom, a krig az egyre remek karakter. Uh, Gina Genshorról tudtam is, hogy ő lesz, igen. Bobby lesz, Larry. Jaj, tudom, az nem rossz, nem rossz választás. És az Atlaszt játsza az emi, Edgar Ramirez. Kíváncsi vagyok, hogy de nem, nincs pofájuk. Nincs pofáj. Hemerlock is benne lesz remek. Nincs pofájuk szerintem a Handsome Jacket bedobni. Valószínűleg csak a film végén fogják be lebegtetni, hogy hát, ha legyen második rész. Ah, annak örülök, hogy Handsome Jack az nem lesz benne. Így vagy úgy, erre csak külön ki akartam térni, ez a film ben már nem releváns, de annyira őszintén sajnálom, hogy ennyire gyenge lett ez a trailer. Aki ismeri a Borderlands játékok világát, az tudja, hogy tud néha cringe lenni, de a maradéktalan brutalitásával és a nagyon-nagyon pörgős verbális humorával mindig át tudta hidalni ezeket a cringe pillanatokat. Itt ez nem érezni. Tehát se a túlzott brutalitást, se a ezerre energiát, se a nagyon izgalmas verbál humort nem lehet tapasztalni. Rolennek magasabbnak kéne lennie, Lilithnek valamelyest fiatalabbnak kéne lennie, Tiny Tina-nak őrültebbnek kéne lennie, Claptrap, az valószínűleg rendben lesz, mert Jack Black kurva jó. <laughs> Túl keveset beszél a Claptrap, igen, de na, a claptrap az Jack Black szerintem nem fogja tudni találni. Egyszerűen ez, jaj, kiábrándító, kiábrándító, sajnálom ennél többet vártam el. No, de hát ez van, igazatok van, PG-13 az szükséges. Srácok, köszönöm szépen, hogy kiadhattam a hisztériámat ezzel a casting kapcsolatban, most már abban megyek aludni. Ennyi volt a mai stream. Mostantól minden héten szombaton van a filmhír stream, úgyis megpróbálok egy napot, a vasárnapot a szeretteimmel és a pihenéssel tölteni.